A magyar népzene kimagasló egyéniségei muzsikáltak együtt a Bartakovics Béla közösségi házban május 16-án. Ez egy rendhagyó prímás találkozó volt, mert hogy róluk van szó. A népzene, a jazz, a rock és a klasszikus zene területéről érkező zenészek szuper csapata. A kapcsolódási pont pedig a magyar zenei hagyományok iránti mély tisztelet volt. Mutatjuk az eseményről készült összefoglalónkat. Lakatos Róbert ötlete alapján született meg ez a rendhagyó primás találkozó produkció, és akkor ő hívta meg a vendégeket, hogy muzsikáljunk együtt, és valamit olyat alkossunk, ami talán még nincs a színtéren, valami különlegeset vegyíteni a magyar népzenét, esetleg a komoly zenével, vagy különböző pici, apró, más zenei stílusokkal, de maga az alap az természetesen a népzene. Ez egy életforma, ami a gyökereink, a kincsünk, és mi ebből táplálkozunk, tehát nekünk ez az anyanyelvünk gyakorlatilag, és ezt próbáljuk megszeretetni a közönséggel is, és tulajdonképpen ez a cél, hogy minél több emberhez elvinni ezt a műfajt, a mi kultúránkat. Többször jártunk már itt a Primás Találkozó produkcióval, és nekem nagyon pozitív élményeim vannak, hiszen itt mindig nagyon jól éreztük magunkat remek közönség előtt, és adjuk a mi muzsikánkat a legnagyobb szeretettel, ahogy tudjuk. Mindenki jön a saját ötleteivel, mivel hogy tényleg így működik a zenekar, hogy prímások, akár mi énekesek Herczko Ágival is, mi is a magunk területén ugye megpróbáljuk a mi saját ínyentségeinket átvinni a zenészek felé, úgyhogy ebből születnek meg aztán a produkció, úgyhogy az ötletek a prímásoktól származnak, és a többiek pedig csatlakoznak, meg jönnek a saját kis ötleteikkel, amit hozzá tudnak tenni esetleg a számhoz. Alapvetőleg ugye népzenészek vagyunk mindannyian, de nagyon sok formációból érkeztünk, sok-sok zenekarban játszik mindenki, tehát más területen, úgyhogy ez ettől különleges, hogy mindenki hozza a saját maga ízét, és akkor ilyenkor összejövünk, és örülünk egymásnak, és megpróbáljuk a maximumot kihozni a műsorokból. Hangulatilag óriási lelkesedéssel vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezt a produkciót, és nagyon szeretünk így együtt muzsikálni is. Ugye a rendhagyó prímás találkozó megalakulása annak az apropóján jött létre, hogy volt egy nagy példakép mindnyájunknak, Potta Géza, aki nagy betűvel volt prímás, és amikor kiállt a zenekar elé, akkor azt lehetett látni, hogy mindenkinek a szeme fölvillanyozódott, és hihetetlen módon elkezdte mindenki a közönség részéről és a zenész kollégák részéről is figyelni ezt a muzsikust. És akkor úgy döntöttünk, hogy több zenekarnak a prímásait, tehát legyen az a Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Band, mint egy cimbalom prímás, vagy annak idején a Dress Misi, most már a Bede Petya, akik fúvósként vezetnek egy zenekart, vagy Gombai Tamás a Fonó zenekarból, Nyitrai Tamás a Bazsevából, Lakatos Róbert a Rév zenekarból, és jó magam pedig a Szalonna Bandából. És akkor ehhez jöttek az énekes prímásaink, az énekes pacsirtáink, a Korpás Évi és a Herczko Ági, akik mindig prímásokká válnak, hogyha megszólal az énekhang. Mert hogy egy prímás addig prímás, míg nem szólal meg előtte az ének, mert akkor maga a vezetői szerepet, amit a prímásság maga jelent, az átkerül az énekhez, és a hegedűsök az énekeseket kísérik. Ugye a köztudatban a prímás az lényegében csak a zenekar előtt álló hegedűst jelentheti. Hát azért rendhagyó ez a produkció, mert itt mindenki prímás a maga nevében, aki kiáll és vezeti a zenekart. Úgyhogy a legelején ez volt az ötlet, Potta Géza volt az inspiráló
hangerő, aki miatt létrejött a csapat, és hát ugye mind más zenekarban muzsikálunk, és nem csak a közönségnek, hál' Istennek, hanem nekünk is egy nagy-nagy öröm, hogy olyan emberek, akik rendkívül szeretjük egymást, mint zeneileg, mint emberileg, ilyenkor találkozunk, és tudunk egy jó ízűt muzsikálni, és a közönség ezt érzi. Fonogram díjnak is rendkívül örült a csapat, ugye az év lemeze lettünk, tehát a zenekar egy sikeres album volt, de mondom, ennek is az a színesség adja az erejét, hogy mindenki a maga zenekarába hozza azt a kis színt, ami természetesen mindig a magyar és a Kárpát-medence népzenéje, és abba kapaszkodunk mindnyájan, hiszen népzenészek vagyunk a zenekarban mindnyájan, de mégis van egy különös bája az, hogy mindenki a maga zenei világából hoz egy ötletet is, bár játszunk együtt is, de mindenkire jut egy szelet, tehát megmutatkozhat minden prímás önmaga is. Próbák azok sokkal nehezebb, mint egy mindennap működő zenekarnál, akik együtt utaznak. Mi ritkábban jövünk össze, de akkor örülünk egymásnak, muzsikálunk egyet. Ez nagyon sokszor van úgy, hogy közvetlenül a koncert előtt, hiszen azokat a muzsikákat, amelyeket játszunk, azokat már ismerjük mindnyájan. Összejövünk, elmuzsikáljuk egyszer, és lényegében a próba így nagyon egyszerű módon megvalósul. Lakatos Róbert a zenekarnak a vezetője, úgymond, ő volt az, aki mindig a kereteket megálmodja, és mindenki hozzá teheti a maga muzsikáját. Tehát vannak mindig egy nyitány, egy zárása egy előadásnak, egy koncertnek, és ezek részint azért Robikának valamilyen szerzeményére alapulnak, vagy egy olyan klasszikus zenében merítkező mű, ami egy kalotaszeg legényessé avanzsál, vagy például a Bede Petya a Nyitány című számunkat, ha játsza, az egy jazz alapú, hiszen ő abban a világban is otthonosan mozog, akkor ahhoz csatlakozunk magyar népzenével, és ezeket a köztes levő részeket töltjük meg olyan fajta musikákkal, ami egy cimbalom szóló, ami egy énekes szóló a Herzkoáginak, ahol Moldvától eljutunk egész Felcsíkon át Székelyföldre. Tehát, hogy ezeket igyekszünk ilyen szép ívekbe bemutatni, hogy kilométereket is jó sokat bejárunk ezekkel a muzsikákkal, meg különböző zenei stílusok is szépen illeszkednek egymáshoz. Ugye a 2010-es évek közepén jártunk itt utoljára, jó régen volt már, de telik az idő, és az az igazság, hogy nem csak az egriek örülhetnek nekünk, hanem mi is az egrieknek, mert Egerben egy nagyon jó közönség van, akik nyitottak a muzsikára, és ténylegesen legyen ez klasszikus zene, népzene, jazzzene, világzene, rockzene, most sorolhatnám a hatalmas palettát, hiszen én is megfordultam már Szalonna Bandával is, rendhagyó prímás találkozóval, Csík zenekarral, Kis Pállal, már mindenféle formációban játszottunk együtt, hiszen Szabó Attila barátom, ő ugye egri, a Csík zenekarnak egyik oszlopos tagja, és vele rengeteget muzsikáltunk itt, sőt, hát a Kerekes Band fiaival is már muzsikáltunk jó párszor együtt, tehát rengeteg barátság is fűzi, és azt látom, hogy a közönség az rendkívül nyitott és szereti a jó muzsikát, de ahhoz jó kell muzsikálni.